Szeretettel üdvözlöm a Weekend nézőit. A mai adásban Máté Szalka Nyírbogát és Nyíregyháza is szerepelni fog egy-egy téma kapcsán. Azonban még tart a házasság hete, ezért az esküvőkről lesz szó az első néhány percben. A jobbnál jobb sztorikat pedig Gál Tamástól, mint ceremóniamestertől, valamint Markó Andrástól, mint modern vőfétől fogjuk hallani. Sziasztok, fiúk, jó estét! Sziasztok! Hát onnan is látszik, hogy modern vőfély vagy, mert nem ilyen darutollas sapkában és mindenféle ilyen népi motivumokkal tűzdelt jelmezben érkeztél, bár mi van akkor, hogyha valaki kifejezetten ilyen jellegű esküvőre készül? Hát azt elirányítom olyannak, aki így jár, mert én nem így járok. Értem. Tartom a hagyományokat, ami kell, de a mai esküvőkön maximum egy 20%-a a hagyomány, többi mind minden más modernebb már. Most már akkor tulajdonképpen kialakult egy trend, és a legtöbb pár ezt szeretné. Beszélgessünk egy kicsit először is az alapokról, hogy hogyan csöppentek bele ebbe a történetbe. Én még emlékszem arra az időre, amikor Tomi, te úgy elkezdtél kacérkodni ezzel a ceremónia mesterséggel, és hát ugye nem is áll messze egy műsorvezetőtől, vagy egy rádiós műsorvezetőtől az, hogy ott is egyfajta mikrofon vagy színpadon szerepeljen, de maga a klasszikus vőfélség azt szerintem régen apáról fiúra szállt. Hogy volt ez a te életedben? Hát nálunk senki nem. Apukám alapból nagyon jó humorú ember volt, ezt örököltem tőle. Uh-huh. És akkor Kálós Emlémre volt igazából egy zenekar, fiatal három srác, akik jártak esküvőre, és mondták, hogy András, te alapból is olyan hülye vagy egy kicsit, hogy nem, hogy ezt megpróbálnád, mert ez neked jó állna. De eszem ágában nem volt ezt csinálni. Volt akkor egy munkatársam, aki már járogatott, és ő adott nekem ide verseket, de még az a régi spirálfüzet, a régi öregek, amit kézzel ilyen gyönyörű szépen írott verseket, azokat én elkezdtem tanulgatni, de úgy be is tettem a szekrény alá. És akkor januárban szólt nekem a zenekar, hogy mi úgy vállaltunk március egy lagzit, hogy mit vinnék magunkkal a vőfényt, aki nagyon jó, és ezt ellennél. Mennek a versek? Én meg, hát persze, semmit nem tudtam, semmit. És akkor elővettem, és akkor tényleg, akkor még a búcsúztatás megtanulni, meg minden. Nagyon-nagyon kemény mennyi volt. Mennyi idő alatt sikerült bevágni ezeket? Hát egy alapot, egy 3 hónapot, nem tudom, könnyen beesett, tehát nem úgy, hogy elolvasom és meg, nem. Uh-huh. És nagyon nem betanultam, és első lagzi jött, az amiről meséltem kint, hogy soha nem fogom elfelejteni, első lagzi, lement már a mennyasszonytánc minden, és odajött hozzám egy pár, hogy ők szeretnének velem beszélni, menjünk már ki. Kimentünk és mondták, hogy nekik júniusban lenne a lagzi, és nem tudnám el nekik is elvállalni, nagyon tetszett. Mondom, meg kell nézem a naptáromat, hozzáteszem első lagzi volt, kis trabantomba beültem, mintha naptárt nézegettem, kiszálltam és mondtam, hogy üres, tudom vállalni. Ez tök jó, tulajdonképpen akkor erre a született hülyeségre ráépítettél egy vállalkozást. Így van, milyen így jó, van. Hogy a zenekar pont rád gondolt, így mert van. Lehet, hogy akkor most azóta is mi lennél, nekik. Hogyha ez nem így történik, mivel foglalkoznál? Nem tudom, ez annyira a zsigeremben van, meg imádom csinálni. Nyilvánvalóan ezt akkor lehet jó csinálni, hogyha szereti az ember csinálni, meg a vendégek mikor odajönnek, meg szeret az ember emberekkel bánni, odajönnek és akkor mondják, hogy András, te szereted csinálni, imádom. Csak ez látszik. Féltél egyébként, izgultál az első? Mai napig is. Mai napig is? Mai napig is. Mindig van egy kis gyomorideg, egy kis stressz, hogy na, hogy fogják venni a poénokat ki, hogy fogják reagálni. Hát olyan ez, mint egy színház, nem mindig ugyanaz a közönség. Én, hát ugye sokan, sok esküvőn jártak már, és egyszerűen van olyan család, ahol mondjuk egyszerűen nem mennek át a poénok, ahhoz már nagyon-nagyon nem kell szomjasnak lenni, hogy egyáltalán felálljanak, vagy táncolni merészkedjenek. Ilyenkor mondjuk egy ceremóniamester, vagy egy vőfély mennyire érzi a saját felelősségének a súlyát, vagy mennyire érzi úgy, hogy hú, mint egy színész, hogy na hát ez egy borzalmas előadás. Szerintem ez folyamatosan marcangolás. Igen, nem? Tehát, hogy abszolút, hogy most én vagyok rossz, igen. Nagyon meleg van, rossz a napállás, front van, bármilyen dolog. Igen, ezt nem tudja az ember szerintem egyértelműen eldönteni, aztán ilyenkor megpróbál valahogy visszacsatolásokat keresni a kollégáktól, a közreműködőktől, a videóstól, a fotóstól. Ti mit láttok? Szerintetek milyen a násztép a videó, hogy akkor valahogy így próbálja meg ezt valahogy megmagyarázni saját magában. Igen, persze, amikor meg nagyon jó a násztép, akkor meg az egy flow élmény. Tehát, hogy akkor mindegy, repülsz. Hogy süt a nap, esik az eső, igen. Az emberek. Nagyon a társaság függő minden, nagyon. Igen, igen.
Egyébként, ahogy említetted, ugye az ember visszacsatolást kér, meg keres. Gyakorlatilag szerintem az ifjú párral azért van egy olyan múltatok már addigra, amire a ceremónia elkezdődik, hogy igazából tőlük is kaptok, na de hát szegények nem tehetnek arról, hogy milyen családba születtek, illetve kiket hívnak meg sok esetben. Mennyire más feladata van a ceremóniamesternek, mint a vőfénynek, Tomi? Hát amúgy, ha már így a ceremónia mesterségről beszélünk, még azért arra hadd térjek ki, hogyha nem létezne ez a műfaj, szerintem én nem csinálnám valószínűleg ezt az esküvői szakmát. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy a vőfékedés az annyira már nem állna jól hozzám egyrészt, másrészt meg én nem tudnám memorizálni ezeket, tehát én memoriterből sosem voltam jó, még az iskolában sem. Néha napján mondok, az ifjú pár összeismerkedésének a történetéből szoktam írni egy verses mesét előtte, és akkor ez egyébként arra is jó alkalom, hogy legalább megismerem a történetüket, jobban megismerem őket, és na ezt a vacsora környékén elő szoktam adni. Milyen jó ötletet nekem. Úgyhogy igen, tehát ennyi egyébként igazából, de amúgy meg nem. Tehát az én munkámat azt úgy kell elképzelni, mint hogyha egy műsorvezető, egy koordinátor lenne, egy csapatépítő, valahogy így. Inkább. Rengeteg mennyasszonyt, vőlegényt, násznépet láttatok már. Nyilván ők emlékeznek rátok, hiszen ti voltatok a vőfé és a ceremóniamester, de ők nem feltétlenül, vagy ti nem feltétlenül ugye az ifjú párra, de azért vannak gondolom olyan párok, akik felejthetetlenek, azért mert történt valami bődületes baromság, vagy valami nagyon szívhez szóló történet, úgyhogy most egy párat azért osszunk meg a nézőkkel, mert kíváncsiak vagyunk a kulisszatitkokra is. Volt-e valami rendkívüli, Andris, nálatok? Hát volt, ugye volt ez a Covid, és akkor sok lagziba volt az, hogy jóval kevesebben jöttek el az esküvőre, tehát terveztük 130 főre, mikor egyeztettük a lagzit, utána, mikor jött a nagy megbeszélés, a forgatókönyvírás, akkor már vagyunk 100-an, és mikor eljöttünk az esküvőre, akkor voltunk 55-en. És megyek a fotóshoz, oda mondom a fotósnak, hogy mi újság, mert nem tudok normális fotókat csinálni a párról, mert azt mondja, olyan szomorú a mennyasszony is, főleg a mennyasszony, ugye, mert nem így gondolták, hogy ilyen lagzi lesz. És muszáj voltam, na akkor mit csináljunk? Akkor egy pálinka tárcára, még egy pálinka tárcára. Felmentem az állam, most eldöntsük úgy most, hogy ez a lagzi olyan lesz, hogy nem lesz jó, mert a fotós nem fog jó fotót csinálni, látszik rajta, nagyon szomorú vagy, én megértem. Vagy pedig nem megiszod ezt a két pálinkát, elengedünk mindent, és ebből az 55 főből csinálunk egy olyat, hogy aki nem jött el ebbe a lagziba, az meg fogja bánni, mert azt fogja, hogy milyen jó lagzi volt, és nem voltak itt. Ez tök jó, mert egyből kettős látása lett a mennyasszonynak, és akkor az 55-ből 110 lett. Megittak egy pálinkát, utána jött a fotós, hogy mit csináltam vele, mert aztán vigyorognak minden, mondom, muszáj voltam valamit, mert akkor nekem is nehéz dolgozna, így ül a pár. Nagyon nehéz dolgozna, akkor nekem is. Meg rátesz a násznépre is a hangulatot, tehát muszáj voltam, de nagyon jó visszajött, hogy jó lagzi lett utána. Szoktak ilyen mennyasszony szöktetések lenni? Minden esetben megtalálja a vőlegény a mennyasszonyt, vagy azért vannak kínos helyzetek, amikor órákat fagyoskodik, vagy egyedül tölt esetleg mire? Hát kicsit már átalakult ez a történet, ugye? Tehát már a mennyasszony szöktetés már nem arról szól, hogy átviszük a másik településre, vagy egy másik szórakozó helyre. Tehát, hogyha jönnek, amúgy is én legalábbis felszoktam készíteni a párokat, hogyha ilyennel hozzátok is mennek, akkor irányítsátok hozzám, és akkor én majd elmagyarázom nekik, hogy már nincs ilyen történet. Tehát nem, itt az a lényeg, hogy akkor hát szívassuk le a vőlegényt, csináljuk vele feladatokat, és akkor igazából ennyi. És tehát vigyétek el egy kicsikét a mennyasszonyt, egy kicsikét ki, akkor hadd szellőzön, és akkor majd utána pedig hozzátok vissza, persze csak akkor, hogyha megcsinálta a feladatot. Mik a legnépszerűbbek, vagy a legszivatósabb feladatok? Hát mondjuk most ilyen, áruljunk el néhány dolgot. Tehát... Szeretem azt, mikor jönnek és mondja a vőlegény, hogy anyós dicsérés, nem akarok. Ja, igen. Olyan szemtelen vagyok, hogy bekezd, de csak hülyeségből, hogy bekezdek, akkor a vőlegény 5 percig dicsérni az anyós. Rám néz a vőlegény, hogy nyugi, csak hülyeskedek, és látom azt. Meg ugye igazából csak mennyasszony tánc közben, én úgy engedem mindig, hogy mennyasszony tánc közben, de annyit mondom a mennyasszonynak, hogy ez Bandival meg van beszélve, és nem kapjuk fel a mennyasszony, mert ugye te is gondolom, látod, olyan esélyeseket, a mennyasszonynak betöltött a feje, meg ilyesmi. Nincs felkapás, táncolsz mennyasszony tánc közben a mennyasszonynak, annyit mondolnak, ez Bandival meg volt beszélve, kisejtál veled, vőlegének jön a feladat, teljesít 2 perc alatt, és megy tovább a mennyasszony. Hát itt azért el tudsz szaladni a csikót. Tehát, igen. Hogy amikor az első látja, hogy ó, ellopták a mennyasszonyt, és ú, de jó, jön akkor a második, ó, akkor már én is ellop, és az ötödik, jó. És akkor jönnek, hogy akkor találj ki valamit. Tehát nem azt mondom, elvitték, na, akkor mi legyen a feladat, és
Hát tanálj ki valamit. Mert hát ezért szoktam azt, hogy néha visszaszívassuk egy kicsit, aki elrabolta, mert akkor már következő azt mondja, hogy nem, mert akkor engem szívhat. Gondolom azért nem csak olyan, hogy a mennyasszonyt lejtik, hanem esetleg a vőlegénynek komoly gerincsérve támad, vagy bármiféle... Szerintem tudja a korlátait. Tehát már most már azért tudja a korlátait. Persze lehet, hogy éppen van az az alkohol mennyiség, amikor már nem érzi. Igen. Nálam azért még nem volt ilyen probléma. Hogyan változtak mondjuk csak úgy az elmúlt 10 évben, mert azért nem tudom, hány éve vagytok ebben a műfajban? Hát én meg is emelem mondani. 28. Én 10. Na mondjuk, akkor te tudod, 28 év távlatából, Tomi, te 10 év távlatából változtak az igények? Változtak, most stílus az biztos változott, de akár zenében, akár kajában, akár magát a ceremóniát tekintve. Van-e nagy változás? Hát változtat nagyon. Régebben a lagziknak a 80-90%-a jó hangulatú lagzi volt, táncoltak egész este most. Na, mind végig. Ez nagyon változott, mert van mikor, amit az előbb is beszéltünk, hogy olyan nehéz bejövök egy kis lelket leállni, vagy hogy a zenész is játszik, hogy erre se állnak fel, arra se állnak fel, és igazából a pár, a ceremóniamestertől, a zenésztől, vagy a vőfénytől várja azt, hogy ezek úgyis csinálnak valami hangulatot. Változtak sokkal. Felszabadultabbak voltak akkor az emberek? Igen, igen. Meg kevesebb lagzi volt, tehát sokkal kevesebb lagzi volt, és várták azt, hogy legyen lagzi, és ott már beindult, ebéd után beindult a buli. Most meg van, hogy vacsora után lehet őket táncba, és mikor jönnek azzal, hogy most lopjuk el a mennyasszony, mikor beindult a buli, na most ne vigyétek el, mert akkor meg kell állítani. Igen, ez nagyon érdekes, mert tulajdonképpen ugye az ifjú pár elsőlegesen szerintem arra hajt, hogy ők jól nézzenek ki, hiszen hogy legyen a legszebb a mennyasszony, a legfessebb a vőlegény, de valószínűleg a nász nép arra fog emlékezni, hogy milyen volt a kaja, milyen volt a zene és milyen volt a hangulat, és alapvetően ez csatolja ahhoz a szituációhoz, tehát tényleg gyakorlatilag nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy ti milyen karmesterek vagytok. Igen, de van amikor, ugye, vagy hát nem van amikor az ifjú pár ilyen táncközpontú, hogy csak akkor van buli, jó buli, hogyha táncolnak. Igen. De van amikor én azt veszem észre, hogy akkor is nagyon-nagyon jól érzik magukat, hogyha ülnek és beszélgetnek, tehát nem minden áron kell őket felállítani, vagy kellene őket felállítani, vagy bulira ösztönözni. Tehát, hogy az ne vegye el szegje a kedvüket, hogyha esetleg most nagyon látszik rajta a násznépen, hogy jól érzi magát, és beszélgetnek. Igen. Gyakorlatilag jó lenne, hogyha tényleg azon múlna maga a házasságnak a jövője, hogy milyen jó a buli, mert akkor tényleg fergetegesek lennének az esküvők. Gondolom, hogy arra vonatkozólag már nem tudtok statisztikát, hogy mennyien maradtak együtt a párokból. Hát van erről a statisztika, 50%-a marad együtt, hát a fele. De ez a KSH által, tehát a te felmérésed. Na most ugye tudom, Tomi, te nős vagy, Andris, te? Én is. Te is. Másodjára, mert ebben nem tanul az elsőből, és így. A másodikból reméljük, hogy ez a sírig tart majd. Ki volt a vőfélyed? Fazekas Attila. És mi alapján választottál? Hát ugye az övébései voltam. Jó, akkor volt az egyébként. Meg barátok is vagyunk, meg együtt nagyon sokat ötletelünk, leülünk, beszélgetünk, milyen játékok legyenek. Csak ebből az a baj, hogy az ember kitalál akár 10 játékot, abból mi lehet azt gondoljuk, hogy ez nagyon be fog jönni, nem, azt a násznép fogja eldönteni, hogy jó lesz-e vagy nem. És akkor hajnal... Egy első alkalommal még nem is jó, mert még nem kiforrott. Így van, és akkor utána még jön hozzá valami, vagy akár egy vendég beszól valamit hozzá, és már nézem azt, hogy ezt bele fogom ide tenni, mert és akkor jó lesz. Ezek le vannak védetve? Vagy ti vőfélyek, ceremóniamesterek, simán lenyúljátok egymás dolgait? Én nem lenyúlásnak nevezném. Ötletmerítést. Illetve hát egy jótól ugye nem árt tanulni. Tomi, te kit választottál, vagy ki volt a te ceremóniamesterek? Szakál Miklós. Szakál Miki, igen, hát egyébként is ő vezetett be ebbe a történetbe, mert mondta, hogy jó lenne, ha kisegítenél egy dátuma, és akkor igazából így tehát adódott a történet, hogy Szakál Miki. És az is nagyon jó ebben a szakmában, hogy ebből nem lehet szerintem kiöregedni. Tehát a rutin, meg az jó, évek, az én úgy gondolom, hogy csak jót tesz, csak egy fizikai egészséges test kell hozzá, és hát nyilván azért az agytekervényeknek is jó kell forogniuk. Meg verbálisan nagyon jónak kell lenni. Így van, hogy el ne felejtsetek valamit. Van-e egy olyan klasszikus, vagy valami olyan történet, ami megosztható a nézőkkel, ami nektek, ha álmotokból felébresztenek, akkor is mondjuk a legnagyobb buli volt, vagy a legrosszabb, vagy valami miért leg. Nekem volt egy tavaly egy, nem szeressük azt, amikor nagyon korán kezdünk, délelőtt 11-kor, tudod milyen az? Igen. Mert nagyon sok helyen ugye az van, hogy délután
négykor kezdünk, kinti szertartáson, nem menjünk sehova, egy helyen vagyunk, kint a tóparton, kinti szertartás, lemegy, lejönnek a kötelezői fotózkodások, gratulációk, bemenjünk, vacsora, nyitó után, buli, indul a buli. Igen, ám az a pár mondta, hogy 11-kor kezdünk, Debrecen volt a bérházakban kikéréssel. 11-kor? Hát mondom, nagyon mulatagos a társaság. Mondom, hogy tudom, én láttam én már ilyet, és akkor jön az, hogy nem mulatnak. Na hát ez egy kellemes csalódás volt, mert fergeteges buli volt. Ott már délután olyan táncol, hogy jártunk, azt, hát mondom, ez igen, na, ez a kellemes csalódás volt. Mikor én azt gondoltam, hogy 11-kor kezdünk, hó, fáradt lesz mindenki, nem. 11-kor kezdtél, nyilván sokkal többet dolgoztál, de szerintem kevésbé voltál fáradt, mint van, egy ilyen lazabuli. Meg mikor az ember csak, én sem, ugye azt már nem azt mondom, hogy halljunk szót, hanem kedves vendégeink, egy pici figyelmet kérnek, köszönöm szépen, meg is köszönöm. És ezáltal az emberek, mikor úgy beszél ember 200 embernek, hogy mindenki csendben van és figyel. De ezt ugye ezt el kell érni már délután, mikor az ember akár bemutatkozik, vagy akár délután, akkor a legjobb. Ha ott meg tudod fogni a vendégeket, akkor végig tudod őket fogni hajnal. 2 óráig vagy olyan, ameddig tart. Hát igen, az első benyomásom, úgy én is ezt tapasztalom, igen, hogy nagyon-nagyon fontos, mert utána akkor tényleg, hogyha jó az a benyomás, akkor partnerként tudnak kezelni, egyfajta ilyen családtagként. Igen, igen. Úgyhogy, és akkor ezt így végig lehet vinni. Úgyhogy ez nagyon jó tényleg. Na hát fiúk, elfogyott az időnk, lehet, hogy most a tévénézők közül van egy 8-10-12 éves kisrác, aki azon gondolkodik, hogy nem is influencer lesz, hanem inkább ő fél vagy ceremóniamester. Azt hittem azon gondolkodik, hogy majd minket fog hívni a partijára. Akár, ez is lehet. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm a sztorikat is. Nagyon szívesen. A fiúkat hagyjuk még egy kicsit sztorizgatni, önöket pedig Máté Szalkára invitáljuk, ahol kortárs költők arcképcsarnoka címmel nyílt állandó kiállítás az Esze Tamás gimnáziumban. Itt történt meg a létezés velem, fölébredtem egy lakótelepen. Elhittem, hogy elég, ha kinyílik a szem. Nem tudtam, mindenem valamilyen. Így kezdődik László Noémi Bogárlábon című költeménye, és ezt a Máté Szalkai gimnazisták is nap mint nap újra olvashatják és újra értelmezhetik. Ő egy azon 25 kortárs költőnk közül, akik az elmúlt 10 évben látogatást tettek Máté Szalkán, méghozzá egy rendhagyó irodalomóra keretein belül Kürti László meghívására. Nyilván szakmai és baráti kapcsolataink vannak itt ezekkel a költőkkel, elképesztő képességes emberekről van szó, ugye Babérkoszorú díjasok, Józsefata díjasok többek köz, és emellett pedig tudna való azt, hogy miközben lehívjuk őket, a költők egymás közszéria keretein belül, Vásárosnaimban, Máté Szalkán, Nyíregyházán is turnézunk, ha úgy tetszik, és ennek becsatornázva a gimnáziumunkba is hozzuk át a színházterembe, és közel 400 gyerek előtt mennek ezek a rendhagyó órák az elmúlt 10 évben, körülbelül 25 költő járt nálunk. Mi a véleménye a diákoknak ezekről a költőkről, mert hogy a költők egymást közben azért valamilyen szinten megismerik ezeket az embereket? Igen, és közben azt tapasztalhatjuk, hogy miközben váltják, adják a kilincset egymásnak a költők, akkor viszonyítgatnak, hogy mondjuk egy Kukorelihez képest mondjuk a Kemény István milyen, a szöveg koncentrált-e mondjuk a költő, vagy egyébként a nagyon nagy showman mellette, még mint ahogy például a Turci Pista, szóval sok ilyen tapasztalat egymásra rétegződik, és az nagyon klassz, amikor érettségi körül pedig tapasztalják azt, hogy mondjuk írásban, vagy éppen a közép- vagy felsőfokú, tehát emelt szintű érettségiken is visszaköszönnek ezek a nevek, tehát találkozik valójában újra a szerzővel. A fotókból és vers részletekből álló gyűjteményt először vándorkiállításnak tervezték, de most úgy tűnik, állandó dísze marad a gimnázium falának. Tudjuk azt, hogy nehezen olvasnak a gyerekek is, és elvesznek a számítógép a telefon világában, és ezért is szeretnénk azt, hogy igen, nap mint nap lássák, és kimozduljanak ebből a világból, és olyan külső ingerek érjék őket, amelyek majd arra sarkolják, hogy olvassanak verseket, és a mai irodalmat is olvassák. Van József Attilánk, van Adink, ez is tiszta sor, de azért a mai költőink is olyan magasságot tudnak lépni, ami számunkra mondani valót tartalmazhat, vagy tarthat. Azt hihetnénk, hogy ma már nem olvasnak a diákok, de ez azért tévedés. És ráadásul éppen ezekre a közösségi oldalak, ahol olyan hosszú szövegeket nem lehet már feltétlenül kirakosgatni, de pont egy vers hosszúságú szövegeket annál inkább. Tehát, hogy valójában a versetnek igencsak ideje van, azt gondolhatnánk. És hogy Hegel azt képzelte, hogy nem lesz alkalma majd a világnak ma már arra, hogy a művészetek igazgassák a dolgokat, mert a filozófia meg pláne el fog halni, és majd a kereszténység, vagy a egyházak fogják, a papság fogja ezt majd megoldani.
nem ezt látjuk, inkább azt láthatjuk, hogy a művészetek és a költészet igazából ott van a toppon. Én azt hiszem, abban a korban vannak a gimnazisták, amikor forronganak az indulatok, az érzelmek, akkor akaratlanul is versbe vagy prózába kezdenek, és akkor emellett még, hogyha találkoznak olyan írásokkal, olyan költőkkel, akik eléggé izgalmasak számukra, az még inkább bekapcsolhatják ezt a fajta üzemet, ami az írásról fog szólni. A Versmaraton című irodalmi rendezvényen készült fotósorozat olyan momentumokat örökít meg, amikor a költő a versét épp felolvasni, elszavalni készül, a várakozás feszült pillanataiban él, vagy már túl van az előadáson. A itt látható fotók nem maradéktalanul fedik azokat a szerzőket, akik egyébként voltak már itt nálunk, ugyanis ezek a képek úgy készültek, a Székehídi Zsolt portréiról van szó, hogy az év versei antológiát, miközben megszerkeszti Zsille Gábor, akkor ez az előző év irodalmi lapjainkban szereplő szövegekből válogatott antológia, ami egy önmagába bekerül oda is már egy komoly elismerésnek minősül, és ezek az alkalmakon, miközben a versmaraton keretein belül április 11-én József Attila születés napján mutatjuk be, és reggel 10-től este 10-ig mennek a felolvasások, akkor közben fotókat készített a Székehídi Zsolt, és vannak sajnos már olyan költők, akik idő előtt, és hát nagy szeretettel gondolunk vissza rájuk, de meghaltak. Ugye a Kántor Péter és a Térei János fotói már ebben a szériában ilyen értelemben már nem kerülhetnek ide, persze másféle módok, amit találunk rá valószínűleg alkalmat, és aztán vannak, akik éppen azon a lehetőséggel nem voltak éppen jelen, tehát hogy még azért pótolnunk kell, kiegészítenünk kell még majd a repertoárt, és vannak olyan fotók kint, akiket remélhetőleg el fogunk tudni még hívni a következőben. Az Esze Tamás Gimnázium egy az ország tehetségpontjai közül, ezért feladatának tekinti, hogy egyben kulturális központ is legyen. Igyekszünk felkavarni a diákjainkat is, és azt gondolom, hogy az Esze Tamás Gimnáziumnak ez a feladata, hogy a környék, a Máté-Szalka városának és a környéknek a kulturális központja lehessen, és az innen feljövő nemzedéket megtanítsa arra, hogy hogyan kell a kultúrával bánni és mozogni a kultúrában. Nagyon tehetséges diákjaink vannak, akiknek fotókiállítása van nálunk Guzás Máténak, úgyhogy igyekszünk őket is felkarolni, és hogy lássák azt, hogy tág a világ, és ott világra rá lehet csodálkozni, és a világból ki kell szemezni azt, ami számunkra érdekes és számunkra használható. Nyírbogát képviselte Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyét a 8. Pajta Színházi Szemlén. Erről beszélgetünk a következő percekben a színjátszó kör képviselőjével, Farkasné és Sebők Edittel és Göncőné Kovács Évával. Sziasztok! Hát Pajta Színház, nyilván aki még soha nem hallott ilyesmiről, az gondolja, hogy valamilyen népi, nemzeti alapokon nyugvó színházról lehet szó, és hát gondolom, hogy vidámságról, tréfáról, egy kicsit a vásári komédiák hangulatát, vagy az ilyen igazán ízes népi tréfákat idéző előadásokkal. Tavassatok be minket, egyáltalán hogyan kerültetek a Pajta Színház színpadára? A Pajta Színház tulajdonképpen a Nemzeti Művelődési Intézet és a Magyar Teátrumi Társaság képviseletében jött létre. Immáron 8. éve működik ez a program, és 2022-ben Nyírbogát volt az a település, aki megkapta azt a lehetőséget, hogy részt vegyen ezen program keretei belül. Nyírbogát tulajdonképpen pályázott erre a lehetőségre, és nagy szerencsénknek mondható, hogy meg is nyerte ezt a programot, és így részt is vehetett ebben.
Gondolom, hogy a pályázatot azért csak megelőzte az, hogy itt már volt gyakorlat. Tehát, vagy csak pusztán annyira tetszett ez az egész történet, hogy úgy gondoltátok, hogy ha esetleg pozitívan ítélik meg a pályázatot, akkor majd összerántotok valamilyen színpadra való történést? Igen, a Pajta Színháznak pont ez a lényege, ezért jött létre ez a program, hogy a helyi színjátszóköröket újraélessze, vagy amíg településen vagy kisvárosban még nincs ilyen színházi csoport, amatőr színjátszókör, ott megalakuljon. És Nyírbogát pont egy ilyen település, kisváros, ahol nem működött színjátszókör, és ez egy nagyon szuper és kiváló lehetőség volt arra, hogy létrejöjjön egy ilyen helyi amatőr színjátszókör. Hogy kezdtétek verbúválni a tagokat, a színészeket? Plakátokat készítettünk, felhívásokat, amelyek kikerültek Nyírbogát honlapjára, közösségi média felületeire, és nyomtatott plakátokat is készítettünk erről a dologról, és minden nyírbogáti lakosnak a postaládájába bekerült ez a plakát és hirdetmény, és így minden nyírbogáti értesülhetett erről a lehetőségről. Hányan élnek Nyírbogáton? Körülbelül olyan 3100-an. Nyilván ebből mindenki ugye nem alkalmas arra, hogy játszon, vagy azért, mert vagy túlságosan idős, vagy még nagyon picike. Milyen volt egyébként a nemek aránya, vagy most jelen pillanatban? Hány tagotok van? Kik azok, akik bevállalósabbak voltak, fiúk, vagy a lányok, hölgyek, vagy az urak? Szerintem a hölgyek azért bevállalósabbak voltak. A fiúk esetében volt inkább nagyobb verbúválásra szükség, ha jól gondolom. De azok a fiúk, akik vállalták, ők viszont bevállalósak voltak a darab betanulása során, tényleg mindenben lehetett rájuk számítani. És hogy mentek a próbák? Ugye Buzogány Béla volt, aki gyakorlatilag a rendezőtök volt, és aki színpadra álmodta, vagy állította magát a történetet. Hát ez nagy megtiszteltetés volt egyébként a településnek, illetve a kis közösségünknek, hogy Buzogány Béla mentorálta ezt az ügyet, és rendezője lett ennek a darabnak, és hát nyilván ugye a darab megírásához is köze volt, tehát ahogy ő fogalmazott a leírásban, ugye teljes egészében Made in Szatmária, és ez tényleg így is volt, ez nagyon nagy megtiszteltetés volt, és nagy öröm volt, nagyon sokat tanultunk tőle. Mennyi ideig próbáltatok? Októberben kezdődtek a próbák, akkor még heti egy alkalom volt a próba, de így az utóbbi időben azért már heti többször, kétszer, háromszor, az utolsó hetekben már minden nap próbáltunk előadás előtt. Gondolom, hogy rettenetesen izgultatok, ugye, amikor valósan ott voltatok a fesztiválon. Milyen volt a fogadtatás, milyen volt a közönség? Hát nagyon jó érzés volt szerintem a nem csak Nyírbogát település, hanem a környező településekről is óriási volt az érdeklődés, tehát hogy azt hiszem ki is emelték Budapesten is, ami két busszal érkeztünk. Így van. Tehát nagyon sokan kíváncsiak voltak ránk a közösségünkből, munkatársak, családtagok, szomszédok, tényleg nagyon nagy volt az érdeklődés, és hát nem okoztunk nekik szerintem csalódást, mert tényleg nagyon jól érezte magát mindenki. Azért nagy dolog a Nemzeti Színház színpadán szerepelni, már állni is nagy dolog lenne, nem, és ugye ti nem csak álltatok, hanem játszottatok. Valahol egyébként megnézhetjük, vagy készültek olyan felvételek, amit esetleg a nézők YouTube-on bárhol elérhetnek? Egy DVD-t fognak kiadni erről a napról, még ezt mi se kaptuk meg, de hogyha a kezünkbe kerül, akkor biztosan az internet felületein is megtalálható lesz. Sajnos elfogyott az időm, annyit mondjatok, hogy együtt marad ez a színjátszó csapat, ugye? Tehát ez nem csak a pillanat művészete volt. Igen. Lehet, hogy más formációban, de mindenképp folytatjuk ezt az egészet. Már nem csak a sikerekért, hanem azt gondolom, hogy ez egy olyan közösségteremtő, meg egy olyan plusz dolog, ami miatt érdemes élni, és végre nem az interneten, illetve egy virtuális térben, hanem húsvér emberek színpadon együtt valami közöset alkotnak, tehát ettől szebb dolog nincs. Úgyhogy gratulálunk nektek, és azoknak a nyírbogátiaknak, akik szívükön viselték ezt a történetet. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Kedves nézőink, ne menjenek messzire, a híradó után folytatjuk a Weekend második részével, ahol többek között a Nemzeti Tehetségprogram keretében a Sóstói Múzeumfaluban tartott foglalkozásokba pillanthatunk majd be. Maradjanak velünk!
Ismételten köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. A Weekend második részében megmutatjuk, milyen egy méhecske hotel, és mindjárt a 22. sportévkönyv szerzőjével is beszélgetek. Először azonban a Sóstói Múzeumfaluba látogatunk el, ahol a nyírvasváriból érkezett diákok vehettek részt a Nemzeti Tehetségprogramban. Amit vizsgálok, annak a képét látjátok. Tehát ez ott van, hogy 53-szoros nagyításban készült a tárgyról. Nagyon jól látszik, hogy olyan, mintha egy kötött, vagy ilyen hurkolt, vagy ilyen kis fűzött textil lenne, ahogy a textil szálak egymáson átbújnak, és ez a szürkés szemcse, meg azok a kis sószerű lerakódások, az mind kosz rajta. És ezt próbálom meg mikroszkóp alatt ecsettel és nagyon kis hegyes tűvel kipiszkálni közüle. A Józsa András Múzeum textilrestaurátora tartott előadást a Sóstói Múzeumfaluban Nyírvasváriból érkezett felső tagozatos diákoknak. 2022-2023-as tanévben a Nemzeti Kulturális Alap és a Nemzeti Tehetségsegítő Program segítségével egy pályázatot nyertünk el, több résztvevője is van ennek a programnak, elsősorban a nyírvasvári gyerekek, ezen kívül a Debreceni Egyetem néprajzszakos hallgatóit is bevontuk ebbe a projektbe, illetve a Sóstói Múzeumfalu tehetségsegítő szakemberei is részt vesznek. A Régiség szobától a Látvány raktárig című projekt ez, amiben most mi itt betekintést nyerhetünk. Egy 66 órás program ez, melyben tulajdonképpen teljes személyiség és szakmai kompetenciák fejlesztése, tanórán kívüli tevékenység és az önálló tanulásra való nevelés az, ami elsősorban előtérben kerül, hiszen ha van belső motiváció, van miért tanulni, akkor azt gondolom, hogy sokkal könnyebb ez a diákoknak is. Általános iskola felső tagozatos diákjai vesznek részt 14-en ebben a programban, és a valamikori összegyűjtött néprajzi tárgyak egy kicsikét megelevenednek. Tulajdonképpen megtanulják a fiatalok, hogy miről is szól maga a műtárgykezelés, mit jelent a néprajz, és kiderül számukra, hogy ezek a tárgyak azért beszélni tudnak. Tele vannak információval, és ezeknek a mikéntjét tanulják meg. Nyilván a szakmai programokon kívül lazító programok is vannak ebben a dologban. Ez a programunk már szeptember 1-jével elindult, és egészen június 15-én ér véget, tehát egy egész tanévet áttölel. Minden héten egy napot a gyerekekkel, a tanulókkal találkozunk, minden alkalommal más foglalkozást biztosítunk. A gyűjtött tárgyaikat dolgozzuk fel, és egészen odáig, hogy majdan május vége felé, június közepéig egy igazi látványraktárt fogunk létrehozni az iskolájukban. Tehát a Régiség szobától eljutunk egy látványraktárig. Ahhoz, hogy ezt ők maguk véghez vihessék, ahhoz viszont nagyon sok ismeretre van szükségük, tehát azért ölel fel ez a program egy teljes tanévet. Én azt gondolom, hogy a tehetségsegítés ez mindig nagyon fontos, a bátorítás, az a fajta arról való megemelés, ami utána egyfajta magabiztosságot ad a fiataloknak, és azt gondoljuk, hogyha a szakemberek, illetve a néprajzszakos hallgatók, egy picit már idősebb korosztály megmutatja, hogy igenis van ezzel, ennek értelme, hogy ezzel foglalkozunk, akkor talán a fiatalok is egy kicsikét bátrabban nyúlnak ehhez a dologhoz, és hogyha jól beválik ez a projekt és a program, akkor ez talán egy olyan jó gyakorlat lehet majd a néprajz tehetségsegítő feladatában, amit esetleg mások is fölvállalhatnak, és mintaként követhetnek, vagy legalábbis megpróbálják ennek a nyomait valamilyen formában a saját tanítási óráikba, vagy tanórán kívüli tevékenységeikbe is bevonni. Mindig messziről indulunk, tehát mi a néprajz? Nagyon nehéz ez a mai gyerek számára, aki egészen más vizuális élményekkel, klipszerű dolgokkal, látvánnyal találkozik, neki elég messziről kell indítani azt a dolgot, hogy mit is jelent az, hogy gyűjtemény. Wow, és ég a fákja! Jó. Tedd le, és az asztalon érted össze.
elmondtuk az alapvető ismerveket, és arra kértük őket, hogy először otthon nézzenek szét a saját környezetükben. Nyugodtan menjenek le a pincébe, menjenek fel a padásra, vagy ha nekik ilyen nincsen, akkor nézzék meg a nagymamájuk házát, akár nagymamával, vagy akár nagyapával menjenek és kutakodjanak, és bármit, amit találnak, fogják meg, akármilyen koszos, akár hogyha törött is, nyugodtan hozzák be a iskolába, és majd mi eldöntjük, hogy mennyire menthető és mennyire érték ez a tárgy. De ha nincs ilyen, akkor a szomszédba is átmehetnek, akár kettesével, hármasával, úgyhogy ez egy nagy kalálkában történő felfedezés volt számukra. Nagyon élvezték, és eredményes is volt, mert nagyon sokféle és nagyon szép tárgyakat gyűjtöttek össze. Hoztak esetleg olyanokat is, amik mondjuk még titeket is megleptek, vagy amire nem számítottatok, hogy ilyet össze tudnak szedni a környezetükből? Persze, mindenfélét. Néha még azt is éreztük, hogy ez már kacat, de nem baj, ennek is lesz hely a látványraktárban. Igyekszünk tematikusan, vagy a funkciója szerint, vagy a formája szerint elhelyezni ezeket a tárgyakat, vagy anyag szerint. Ezt majd még eldöntjük, a gyerekekkel együtt nagy teret adunk nekik ahhoz, hogy eldöntsék, hogy hogyan is nézzen ki ez a látványraktár. Ugye most ide a gyerekek Nyírvasváriból érkeztek, miért pont ez a település és miért pont ez az iskola? Ez egy régmúltra nyúlik vissza ez a kapcsolat. Már együttműködtünk velük, nem egyszer, nem kétszer, és azt gondoltuk, hogy ez egy nagyon jó kapcsolat, és ezt tovább lehetne vinni, tovább lehetne éltetni. Nyitottak mindenre, és hát nem utolsó sorban hátrányos helyzetű gyermekek iskolája is ez, és ha már egy gyermeket megérintünk, és megszerettetjük vele a múzeumi munkát, annak bármelyik szegmensét, akkor már azt mondhatjuk, hogy eredményt értünk el, és célba ért a projektünk. Ugye most restaurátor tart nekik foglalkozást, mik lesznek a következő hetekben a feladatok a gyerekek számára? Most már elérkezünk lassan arra a szintre, hogy megismertettük velük azt, hogy hogyan kell nyilvántartásba venni egy tárgyat, hogyan lesz egy beérkezett tárgyból műtárgy, és lassan ahhoz a szintre érünk, hogy visszamegyünk a nyírvasvári iskolában, mert most 10 alkalommal itt a Sóstói Múzeumfaluban folyt a foglalkozás, a raktárakkal való ismerkedés, a szakalkalmazottakkal való ismerkedés, és márciusban visszamegyünk újra hetenként a nyírvasvári iskolába, és ott a begyűjtött tárgyakat kezdjük el rendszerezni, csoportosítani, feldolgozni, raktározható állapotba hozni, és kezdjük kiépíteni a látványraktárt. Ehhez sok idő kell, úgyhogy remélem, hogy a végére is fogunk érni, és minden tárgynak meg lesz a helye, meg lesz a száma, visszakereshető, nyilvántartásba vett tárgyakról lesz szó, állami tulajdon szinte. A Nemzeti Tehetségprogram részeként a gyerekek Budapesten a Néprajzi Múzeumot és a Parlamentet is megnézhetik majd. A Nemzeti Tehetségprogram után következzenek a tehetséges sportolók, akikről Bodnár Tibor és H.R. Zsiga újra sportévkönyvet készítettek, amely már a 22. a sorban. Sziasztok! Jó estét kívánok! Köszönjük a nézőket! Nekem a 22-es a szerencse számom. Nem tudom, se arra asszociáltam, hogy a 22-es csapdája, hogy volt-e esetleg valami nehezített pálya, vagy bármi előre el nem tervezett történés a ti kettőtök együttműködésében, vagy olajozottan forogtak a kis fogaskerekek? Hogy volt? Nehezítő tényező nem most volt, hanem 2 évvel ezelőtt, amikor ugye azt hiszem a 20. könyv kapcsán is voltunk itt, amikor beütött a Covid és megállt a sportélet Magyarországon, meg a világon is. Aztán azon kevesek egyike volt, ami elindult a zárt kapuk mögött is, de meccseket megrendeztek, versenyeket rendeztek, és egy picit akkor aggódtunk, hogy milyen könyvet csinálunk, de végül is elég terjedelem és eléggé jól kinéző, kézbe fogható könyv volt, viszont ez a 2022-es év már a sport szempontjából egy teljes esztendő volt, úgyhogy ilyen téren semmi gondunk nem volt. Más téren volt gondunk, de esetleg arról majd később.
Tibi, te hogy élted meg ezt az elmúlt időszakot, amely alatt készült ugye a 2022-es kötet? Hasonlóképpen, tehát valóban még a 21-es év nem volt teljes, mert ott még a diáksportban nem írtak ki minden bajnokságot, most ez is teljes, hát az pedig ugye én most már a Kisvárdai futballcsapathoz kötődöm döntően, és hát nekik sikerült kiharcolni a helyüket, vagy nekünk a címoldalon, hiszen ha már 22-es, meg 2-es, akkor ugye a bajnokságban a második helyezést ért el a csapat, és ez az valahol volt legjobb szereplésük, meg hát a megyében is futballterén. Úgyhogy ez így meghatározó élmény volt. Hát gyakorlatilag arról is szól egy kicsit, hogy akikre büszkék vagyunk, ugye? Tehát méltán kerültek a kisvárdai fiúk a címlapra. Közben azért figyeltem, hogy szinte ilyen ösztönösen forgatjátok, ízlelgetitek, lapozgatjátok a kötetet immáron 22-szer életetek során. Meg lehet ezt szokni, ezt az érzést, hogy az embernek könyve jelenik meg? Az érzés meg lehet, de azt, hogy egy új könyvet fogsz a kezedbe, az mindig új. Tehát azért mindig más a borító, mindig más a tartalom, és mindig, aki foglalkozott könyvvel, mikor kijön a nyomdából egy könyv, van egy jellegzetes illata, amit én nagyon szeretek, meg szerintem nagyon sokan szeretnek, akik újságírással vagy könyvírással foglalkoznak. És ha már említetted a tehetségeket, itt ugye Tibi mondta a kisvárdai futballcsapatot, ami azzal is történelmet írt, hogy kiléphetett a nemzetközi porondra, hogy két egyéni sportoló van még a címlapon, egy fiatalabb és egy, nem mondom, hogy kevésbé fiatal, de rutinos a sportoló, akiknek én személy szerint kifejezetten szorítok, hiszen Barna Bianca, a korábbi kiváló futballista, szmari futballista, Barna Miklós lánya egy olyan év után van, és úgy került a címlapra, hogy gyakorlatilag a mi úszóknál azért most is ritka, főleg egy 16 éves fiatal lánynál végigversenyezte az évet. Ifi EB-n, junior világbajnokságon állt rajtkőre, EB ezüstérmet szerzett, országos bajnokságokon szerzett érmeket. Az Ökölvő Kovács Irát pedig most már fókuszban a 2024-es olimpia Tokióról úgy maradt le, hogy gyakorlatilag az volt az a covidos év, hogy egy válogató verseny volt, a szövetség jobban állt ugyan a ranglistán, de nem őt indította, úgyhogy esélyesen volt ott lenni. Most remélhetőleg ezekben a napokban a Bocskai emlékversenyen Debrecenben boxol, ami Európa egyik legragosabb amatőr ökölvívó versenye, hogy ebben az évben kivívhatja szorítóban a lehetőséget, és ott lehet majd az olimpián. Nagyon bízom benne, hiszen sajnos az elmúlt olimpiákon Szabolcs-Szatmár már Bereg megye nem duskált olimpikonokban. Közben én itt lapozgatok félig meddig laikusként, és azt is látom, hogy nagyon sok szép színes fotó illusztrálja, erről is beszélgettünk korábban, hogy egyébként ugye maga az is az értékét emeli, és hát sajnos a bekerülési költségét is egy könyvnek, hogy hány színes oldal tartalmaz, úgyhogy itt azért úgy gondolom, hogy nem vesznek el a sportrajongók a számok tengerébe, jó megpihentetni a szemünket egy-egy felvételen, ami főleg azok számára, akik mondjuk ott voltak a meccsen, gondolom, hogy nagyon sok kellemes emléket idéz. Igen, hát az első könyveink még fekete-fehér fotókkal jelentek meg, aztán volt ilyen köztes állapot, hogy talán voltak színes oldalaink és fekete-fehérek, de azért egy jó ideje, ez most már alap, hogy egy könyv legyen színes, és ezt megtehetjük azért, és ráadásul ezek a sportfotók valóban így mutatnak színesben, úgyhogy valóban így, hogy mondod, ez emeli a látvány. Hát hiszen bocsánat, a technika is az elmúlt 20 évben, hogy azért most már lényegesen jobb fotókat lehet készíteni, akár könnyebb hozzájutni, és ez is telefonokkal is, akár profi készülékekkel, és ha már említetted a nehézségeket az elején, a bekerülési költségek ugye az elmúlt két év nem csak arról volt nevezetes, hogy leállt nagyon sok minden, hanem arról is, hogy nagyon sok mindenki elszaladt az ára, és az egyik ilyen a papír. Aki vásárolt mostanában, és valószínűleg mindenki vásárol, ha más nem papírtörölköző, papír zsebkendőt, WC-papírt, az látja, hogy mennyibe kerül többbe, vagy újságot. Hát ennek nem csak ennek, hanem minden könyvnek lényegesen megugrott az előállítási költsége, és ezzel szemben a másik oldalt, mert hát támogatók nélkül, mint már említettük korábban is, egyik könyv sem jelenhetett volna meg. Azok, akik támogatnak bennünket, meg mindenki más, azért kellett költségeket lefaragni. És minden cégnél mi az első, amiből le tud faragni, a marketing és a reklámköltség.
De ettől függetlenül nagyon köszönjük nekik, meg nagyon köszönjük mindenkinek, aki bármilyen szinten segített bennünket, mert látható, hogy itt van a kezünkben ez a könyv, és azt már eldöntöttük, mielőtt megkérdezzét, hogy nem ez lesz az utolsó, legalábbis reményénk szerint. Hát így legyen még, vagy 22-t minimum így lenne összehozni. Nem, én pont arra gondoltam, amikor ezt mondtad, hogy azok, akik segítenek és támogatnak, és mecénásai a sportnak, azok ugyanolyan szenvedéllyel, szinte szerelemmel kötődnek a sporthoz, mint ahogy tulajdonképpen ti is, hiszen ez egy olyan mély elkötelezettség, és itt az elmúlt héten, sőt még ma is egy picit a házasságról, meg a szerelemről, meg a közelgő tavasz, illetve az elmúlt Valentin nap kapcsán ezekről az érzelmekről is beszélgettünk, úgyhogy a sport az tulajdonképpen óriási szenvedély, és ugye hatalmas a tömegbázisa minden, hát a focinak mindenképpen, de azért jó pár sportágnak. Összesen hány sportág, illetve mik a legnagyobb sztorik, amiket itt olvashatunk a kötetben? Hát 20 felett vannak a sportág, 23-25 igen. Között most így. Mindig van egy kis változás. Igen, akik cserélődnek. Sportágonként változik a feldolgozandó terület, valahol az utánpótlás sport jelenti a bekerülési limitet, máshol nem tud bekerülni, például a labdarúgásnál, mert ugye az eleve elég vaskos és népszerű. A sztorikat nyilván a címlap visszatükrözi, tehát ezek voltak a legnagyobb durranások, ezekre is helyeztünk hangsúlyt szövegben is, de döntően az eredmények regisztrálása és archiválása az, ami belekerült. Egyrészt ugye azért terjedelmi korlátaink is vannak, és hál' Istennek azért volt miről megemlékezni, volt mit lejegyezni. Igen, mert az öröm az, amikor sikerekről írunk, aztán vannak olyan, amikor kudarcokról kell írni, hiszen a sportban benne van nem csak a győzelem, hanem adott esetben az, hogy valakinek fel kell adnia egy versenyt. Most itt Helebrant Máté életében talán komoly versenyen először zártak ki az Európa-bajnokságon. Szikszai Robi úgy csúszott ki a döntőből, úgy lett a 12-es, a döntő 13-dik, hogy a két csoportban, aki nem tudná, tartják a selejtezőket, és azt hiszem 8-dik volt az első körben. Bocsát, negyedik, igen, és alapból azt mondják, hogy jó, már bent van, mert nagyjából hasonlóak az erőviszonyok a két selejtező csoportban, a másodikból 80 túldobták, így kicsúszott egy hajszálat, tehát vannak ilyen apróságok, de hát többek között ezért is gyönyörű a sport, és amit még mondtál, hogy szerelem, meg a támogatók, igen, azt szokták mondani, hogy próbálják ki a sportot mindenki, mert rengeteg mindent ad. Nem mindenkiből lesz olimpiai bajnok, NB1-es versenyző, de nagyon sokan vannak, és ezt látjuk is, akik ott maradnak a sport közelében, mert szükség van versenybírókra, szükség van adott esetben önkéntesekre, szükség van játékvezetőkre, szükség van szurkolókra, és nagyon sokan vannak olyanok, akik később megtehetik azt, hogy akár egy rendezvényt, akár egy könyvet, akár egy sportolót támogassanak, és azért kezdik el támogatni, mert ott van a kötődés. És szükség van ilyen sportújságírókra, mint amilyenek ti vagytok, úgyhogy ez a végszó. Köszönjük szépen, és gratulálunk. Köszönjük, és köszönjük szépen. A Kölcsei Televízió nézői már biztos jól tudják, itt az ideje kihelyezni a Méhecske hoteleket. Ha valaki esetleg mégsem tudná, hogy miről van szó, az a következő percekben mindent megtudhat Orbán Zoltántól. Rögtön az elején megmutatom, hogy ez egy klasszikus Méhecske hotel, egy pici ág darabba, hogyha ez vastagabb, akkor tűzifa kugliba, fúrunk 10 mm-től lefelé egészen 2 mm-enként egy lyukat, tehát 10-es, 8-as, 6-os, 4-es, 2 mm-es, a legtöbb az a 8-10 mm-es legyen, illetve még lehet Méhecske hotelnek használni különböző vastagságú nádakat, aminek az egyik vége ugye nyitott, a másik vége pedig zárt. Ezekbe előszeretettel fognak beköltözni a körülöttünk magányosan élő méhek és darazsak. Ők teljesen ártalmatlanok, akár ilyen közelről is hallgathatjuk az ümmögésüket. A családokban élő rokonsággal szemben a magányosan élő méhek nem támadékonyak. Oda lehet hozzájuk menni fél centire, akár meg is lehet őket simogatni. Persze ezek is tudnak szúrni, hogyha valaki mondjuk így a markába fogja a magányos méhet, akkor az meg fogja szúrni, de hát aki méhet markolászik, ugye az, hát most erre nem lehet mit mondani. De az a lényeg, hogy ezek a magányos méh és darázsfajok keresnek a természetben olyan járatokat, ilyen szűk járatokat, tehát például a farontó
bogár lárvák, amikor rágják a fának a törzsét, ugye a korhadó faanyagot, akkor kint van egy kis légzőnyílás, és abba be tudnak költözni ezek a méhek. Vagy pedig évezreken keresztül Európában, Magyarországon is a nádtetőnek a vágáslapjaimat be tudtak menni. Ugye ezek az élőhelyek megszűntek. Mit csinál a magányos méh és darásfaj? Ezekben a járatokban elkezdenek behordani a méhek nektárt virágport, a darazsak pedig megbénított rovarokat, pókokat, hernyókat, és amikor egy lárvának elegendő mennyiségű táplálék összegyűlt, akkor egy ilyen sárfallal elfalazza a járatot, és készít egy újabb bölcsöt. Azt fogjuk látni az ilyen méhecske hoteleknél, hogy egy sárdugó egyszer csak egyik napra másikra lezárja. Ezután hosszú ideig, közel egy évig nem láthatunk majd a méhecske hotel körül semmit. A következő tavasszal, márciustól azonban újra felpezsdül az élet. Egyszer csak egy lyuk keletkezik ezen a sárdugón, magyarán a kikelt felnőtt méh, illetve darázs, az kibújt a lyukból, és akkor általában nőstények visszafordulnak, és ugyanabban a járatba fognak beköltözni. Ugye ez miért fontos nekünk? Két okból. Egyrészt ezek a rovarok elképesztő állományösszeomlást szenvednek el az egész világon, Európában és Magyarországon is. Ugye megszűntek a lakott területeinken a számukra rendelkezésre álló, korábban évezeken keresztül rendelkezésre álló szaporodóhelyek, tehát mondjuk a pusztuló faanyag, a farakás, a náttető, tehát ezzel vissza tudjuk hozni, akkor a környékünkön néhány száz méter sugarú körön belül mindenféle haszonnövény, gyümölcsfákat, szamócát, málnát be fognak porozni, és ugyanilyen fontos szempont az, hogy mi gyönyörködhetünk benne. Én el szoktam mondani a riportokban, hogyha lenne egy olyan, szerencsére nincs ilyen kihívás az életemben, hogy a hátralévő életemben csak egyetlen egy természetvédelmi eszközt használhatnék, beleértve a téli madáretetőt, az egész éves madáritatást, mesterséges adukat, én gondolkodás nélkül ezeket a méhecske hoteleket választanám, mert ha elképzelünk egy ilyen konyhaszekrény méretű keretet, és ebbe ilyen röngdarabokat, gerendadarabokat, nádakat teszünk be, és mondjuk egy ilyen konyhaszekrény esetében mondjuk volna 8-900 ezer lyuk, abban mind beköltözhetnének ezek a változatos megjelenésű formájú, hihetetlenül izgalmas élőnyek, és naponta órákat el lehet tölteni figyelve ezeknek a jövés menését. Attól sem kell félni, hogy illetéktelen behatolók költöznek be ezekbe a járatokba. Egyszer azért, mert nem férnek bele. Egy házi méh kolónia 30-50 ezer méhecskéből áll. Azoknak kell egy ilyen negyed köbméteres kaptár. A sárga-fekete darazsak is ugye legalább csészehaj méretű, vagy még nagyobb papírszerű anyagból készülő fészket építenek. Egy ilyenbe be se fér egy sárga-fekete darázs. Tehát nem fognak beköltözni ezek az állatok, és hova kell ezt kihelyezni? Lehetőleg olyan helyre, ahol a reggel odasüt a nap, és nem éri az eső. Ilyen szempontból ideális mondjuk egy keleti, déli tájolású erkély, tornác, ablak. Ki lehet tenni például hogy a természetvédelmi farakás, amikor nem eltüzeljük a kuglikat, hanem oda halmozzuk mondjuk az épület lábához, ez lehet akár egy panel lakótelep előkertje is, és akkor ott, hogyha nincsen esővédő féltető, akkor építhetünk e fölé, és akkor egy ilyen természetvédelmi farakásba ezrével lehet ilyen lyukokat fúrni. Az szokott még lenni a kérdés, hogy hogyan teszem bele a méhet. Nem kell betenni a méhet. Hogyha kiteszünk mesterséges adót, nem nekünk kell betenni a madarat, majd ezek a rovarok megtalálják, ugye számukra a méhecske hotel furatoknak a sötét bejárati nyílása a vonzerő, ez olyan szinten működik, hogy emlékszem egyszer így kora tavasszal újabb méhecske hoteleket készítettem, és mentem ki a kertbe, hogy tegyem be a természetvédelmi farakásba, és amíg megtettem azt a 11 néhány métert, az alatt már a kezemben lévő méhecske hotelre így jött. Vannak ilyen beszámolók, hogy felpumpálta egy ismerősöm a biciklit, és hétvégére kint hagyta a pumpát a tornácon, az asztalon, és beleköltözött a pumpának a kerek nyílásába. Tehát amikor eljön a tavasz, ugye a magányos méhfajok
ők kezdik az évadot. A legkorábban feléledő, a téliánból legkorábban feléledő, illetve kikelő rovarok közé tartoznak. Többségük bundás, éppen azért, hogy reggel korán, a hűvös koratavaszi reggel el tudjanak indulni, illetve, hogyha jó helyre tesszük a Méhecske Hotelt, mondjuk ilyen, tényleg ilyen keleti-délkeleti tájolású, akkor egy enyhe napokon már február vége, március legelején kikelhetnek, és elkezdhetik a munkát. Az új Méhecske hoteleket érdemes február második felében, március elején kirakni. Ezek legforgalmasabb időszaka május végéig, június közepéig tart. Ebben az időszakban pedig a gyerekek is aktívan részt tudnak venni. Általában a méhek kezdik a sort, és akkor a magányos darásfajok egy-egy képviselője akár a nyár második feléig is feltűnhet. Méhek között is van, ami akár júliusban egy-kettő, de mondom, a nagy, a főszezon, az április, május, június eleje, tehát pont az, amikor a hosszú tél után szeretnénk kiszabadulni az oviból a csoportokkal, iskolásokkal is egyre többet vagyunk kint, tehát egy-egy ilyen Méhecske Hotelt, ugye ezeket sokkal könnyebb elkészíteni, mint a mesterséges odokat. Egy egészen pici kis csopis ovis is be tud kapcsolódni, mert egyik kezünkkel fogjuk ezt a Méhecske Hotel rönköcskét, fogunk egy akár akkumulátoros vagy vezetékes fúrót, elkezdjük fúrni, és a pici baba ott segíthet nekünk tartani, és már részt vehet ebben a munkában. Ugye az ilyen nátszálak esetében pedig ugye ennek a begyűjtése egy nagyon jó pofa közösségi dolog lehet, és akkor ezeket szépen így egymás mellé, hogyha betesszük vagy egy ilyen szekrényes megoldásba, akkor végtelen számú ilyen Méhecske Hotel tudunk biztosítani. Kedves nézőink, hogy H.R. Zsiga kollégámat idéznem, ennyi fért mai műsorunkba. Tartsanak velünk a jövő héten is ugyanebben az időpontban. Kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, jó hétvégét és kellemes pihenést kívánok, viszontlátásra!